tizedik alkalommal nyílt kiállítás a Betlehemi Szép Csillag pályázatra beérkezett munkákból a Szent István Művelődési Házban. A pályázatot idén is a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Szent Donát Alapítvány és a Liszt Ferenc utcai Művelődési Intézmény hirdette meg közösen. Az volt a feltételünk, hogy Betlehem legyen, Betlehemmel kapcsolatos pályázatokat fogadtunk el, a technikát teljesen szabadon választhatták meg az alkotók. Láttunk a agyagból készült tárgyaktól a kötés, szövésen át, csuhéig, kukoricacsutáig, mindenfélét. Voltak gyerekek, akik rajzzal készültek, papírból készítettek Betlehemet, tehát mindenféle technika megtalálható. A cél, hogy segítsék a Jézus születésének ünnepére való méltó felkészülést, éltessék és felmutassák a magyar szakrális népművészet gazdag hagyományait, illetve ösztönözzék a gyermekek és felnőttek alkotó kedvét. A tárlaton Radetzky Jenőné magángyűjteményével is megismerkedhetnek a látogatók. Az ember támulatba ejti az a sokszínűség, hogy mennyiféle anyagból, mennyiféle sajátos, nemzeti, kifejező eszközzel lehet megjeleníteni a karácsonyi jelenetet. Úgyhogy a gyűjteményemben szerepel afrikai Betlehem, van Indián, ahol mint a tűz körül ülnek körbe a szereplők, Ekvádorból, van amerikai, mexikói, van Playmobil, amivel a gyerekek játszanak, modern Betlehem, vannak klasszikusok, és hát nagyon sok kedves kézműves társamnak van alkotása, amiket vagy ajándékba kaptam, vagy megvásároltam a gyűjteményhez. A tárlat a Szent Korona Galériában látogatható.